fontos volt rávilágítani a Nagy Attilának, a rendőrség által alkalmazott kettős mérce lényegére, ahogy fontos volt Novák előr bejelentése, hogy a Mi Hazánk megteszi a feljelentést ez ügyben. És fontos megvizsgálni, rendvédelmi vagy inkább politikai parancsot hajtottak-e végre a kivezényelt rendőrök ellenünk. De ezeknél jóval fontosabb témáról kell most beszéljek. Az európai civilizáció és a kereszténység ellen folytatott kulturális háború új szintre lépett. Amerika lángokban áll, és az 1968-ban lezajló forradalmi hullámhoz hasonló eseménysorozat példaképévé vált egy néger bűnöző. Egy ember, egy rendőr cselekedete nem adhat okot gyújtogatásra, fosztogatásra, szobrok ledöntésére, rendőrök gyilkolására, rendőrőrs elfoglalására, anarchista állapotok előidézésére egy országban. Ez a magatartás azt bizonyítja, a bűnözés egy szubkulturális tényező. Aki a jogaiért vív forradalmat, nem fosztja ki az első boltot, ami vele szembe jön. És mégis, celebek és több tízezrek, több százezrek állnak a Floyd forradalom mellett, és hajtanak térdet Isten helyett egy néger bűnöző előtt. Meg kell érteni ennek metapolitikai vetületét. Nem történik más, mint egyfajta érzékenyítés. Ha nem lett volna elég Isten, haza, család hármas radikális megtámadása az elmúlt évszázad folyamán, most már a nemzeti érzelmeinken túl európaiságunkat is szégyellnünk kell majd. Persze ehhez az elmúlt évek média tartalma nagyban hozzájárult. Amióta néger hősök töltik be a mozifilmeket, és a főgonosz fehér, szőke, kékszemű, azóta várt egy néger hősre a túlérzékenyített társadalmi réteg. De egy magyar ember szemében nem élvezhet prioritást egy néger halála Trianonnal szemben a 100. évfordulón. És ha már a kettős mérce alkalmazásáról beszéltünk sajtótájékoztatónk első felében, engedjék meg, hogy rávilágítsak egy másfajta kettős mércére. Ha egy fehér ember négert vagy Magyarország esetében cigánytől, a média egyből felkarolja a hírt, és rasszizmusról prédikálnak a csatornák. Ha viszont egy néger vagy éppen cigány gyilkol fehért, igyekeznek mélyen lapítani, mert a kisebbségi csoportok ártatlanságáról kialakított képet fenn kell tartani. Ez szintén a metapolitika részét képezi, melyet az európai embertípus ellen folytatnak liberális és marxista erők. Pedig Amerikában egy 2018-as statisztika alapján a négerek által fehérek ellen elkövetett erőszakos bűncselekmények száma megközelíti az 550 ezret, míg a fehérek által négerek ellen elkövetett erőszakos bűncselekmények száma a 60 ezret sem éri el. Ilyen statisztika Magyarország esetében nem készült, de a tapasztalatok alapján feltételezhető, hogy hasonló az arányok száma a cigányok által nem cigányok ellen elkövetett erőszakos bűncselekmények tekintetében. És biztos vagyok abban, ahogy van tisztességes, szegény körülmények között élő néger, úgy cigány is, úgyhogy nem lehet a mély szegénységre hivatkozni, már csak az állam által nyújtott több milliárd forintos anyagi támogatás miatt sem. A bűnözés szubkulturális tényező.